fék, és jobb 23, szoros gumis, majd bal 1, bukkan plusz ki, 40 a jobbon fék, bal 2, szigorú szoros gumisból, jobb 1 gumi. Nem volt köztünk az a szakadék, mint Székesfehérváron, de azért még van mit megtanulni, átérezni. Így ez a második kör már elég emberes volt. Tetszenek a gyorsági szakaszok, a mádot azt nagyon csípem. Ott sikerült most Fatehet is megverni egyszer, úgyhogy most is az abszolút hatodik helyen állunk. Ezzel most tök elégedett vagyok. Próbáltam feszegetni, de az első kör elment még arra, hogy még kanyarba, még az az ideális fokozat, ugye rövidváltóval vagyunk, hamarabb leforog, kicsit megengedőbb, hogyha fölé váltok, úgyhogy még ezt kellett egy kicsit szokni, most a második körben már tudtam jobban koncentrálni a tempóra, meg hogy hogy helyezkedjek, meg a féktávokra. Feszegetem, most az erdőbényén volt egy kaland is a cél előtt, nem sokkal, egy ilyen jobb 3/5-esbe felúszott, aztán pont külsőben volt egy híd palánk, azt sikerült kicentizni, ott nyeltünk egy nagyot, de szerencsére elkerültük. Meg lehetünk elégedve a mai nappal, 5. helyre be tudtunk jönni, nem volt technikai hibánk, nem volt vezetési hibánk, jó gumiválasztásunk volt, nagyon erős az eleje, de örülünk, hogy köztük tudunk lenni, és picit lemaradva is, de ott vagyunk azért az első ötbe. Én úgy gondolom, ez egy nagyon jó helyezés egy ilyen nehéz pályákon. A felkészülés, a pályabejárásokban nagyon sokat segítettem neki, mert azért neki nincsenek kilométerei, nagyon ügyesen megy erőtössel, úgyhogy Isten igazából a pályabejáráson elég sok információt tudtam neki ahhoz adni, ami segítette a munkáját, és látszik az időkön is, hogy nagyon közel van hozzám, abszolút mögöttem van. A bal 2, és a 10-re pedig jobb 6, 10-re pedig jobb 46. Regécen, ahogy kijöttünk az erdőből, Regécbe besütött a nap, nagyon száraz volt az aszfalt, és csak száraz aszfaltot láttam, elkezdtem nagyobb tempót diktálni, és az egyik kanyarban még vizes volt a kanyar bemeneti és kimeneti ív, előtte lévő féktávon full száraz volt, és ahhoz a tempóhoz diktáltam a kanyart is, hogy szárazat láttam. Sajnos árnyékban is volt ez a kanyar, illetve még az éjszakai hajnali pára nem száradt föl, és nem volt olyan tapadásunk, és sajnos nem a hátulja csúszott meg, hanem az autó eleje, ez kevésbé menthető, és nem tudtam már rá kézifékkel rá reagálni, mert elég nagy volt a tempunk, és hát végül is nagy volt, ehhez a kanyarhoz nagy volt, és az orrát betolta nekem a partoldalra, ahol valójában a vízhűtőnk megsérült, és elfolyt a vízünk. Thank you.
235 gumis, és utána pedig bal 1, bal 1, bal 1, és jobb 34, 2 gumival. Az én hibámnak a következtében így Bodolai Ékkal elég szoros párharc alakult ki itt a negyedik helyért. Most a végére sikerült megszerezni, úgyhogy ennek fényében elégedett vagyok. Kicsit úgy mondom, hogy meg is leptem magam, vagy meg vagyok lepve egy kicsit, hogy így zöld fülüként így sikerült bejönni a negyedik helyre. Jó, alkalmas volt ez a verseny arra, hogy ez a négy gyorsági volt rövid gyorsok ismételve, aztán ellenkező irányba, hogy tehát ez alkalmas a tanulásra, hogy ezekből könnyű építkezni. Ilyen szempontból szuper volt a verseny. Hát feszegetős volt, nagyon nagy tempójú pályák voltak, dobálós aszfalt, aszfaltváltások, murvásbetét volt minden, úgyhogy volt kellően kihívás annak ellenére, hogy rövid szakaszok voltak.